Szeretettel köszöntelek mindannyiótokat! Miről lesz ma szó? Tipikus szóhasználati hibák, amiket ne kövessetek el, és ez a mai adás kifejezetten inkább a kezdőbb nyelvtanulóknak fog szólni. Ez nem azt jelenti, hogy akik már előrébb vannak a nyelvhasználatban, nyelvtanulásban, ne csatlakozzanak ma hozzánk. Sőt, tegyétek meg ti is, hogy segítsétek őket is, illetve hogy teszteljétek le magatokat is mert hogy ebben a részben kifejezetten olyan uh, problémákat, szóhasználati hibákat gyűjtöttem össze, amelyeket inkább így alapszinten elég gyakran el szoktak követni a nyelvtanulók, van, amikor magasabb szinteken is természetesen, és hát majd jövő héten pedig uh, egy picit komplexebb uh, hibákba is bele fogunk menni ennek a témának a kapcsán. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, ez a 31. angolra hangolva live, nagyon örül hogy itt vagytok, és követtek hétről hétre. Kiknek szól ez a mai élő adás, azon felül, hogy ugye a címet már hallhattátok? Hát elsősorban azoknak, akik mindig törekednek arra, hogy helyesebben beszéljenek, de ma nem a nyelvtanról lesz szó, nem a nyelvtani hibákról lesz szó, amiről két héttel ezelőtt, illetve múlt héttel is szó volt, hanem kifejezetten ilyen Szavakkal, szókincse kapcsolatos problémákat fogunk elemezgetni, közösen javítani. És uh, akkor is várlak téged ide nagy szeretettel, hogyha szeretnéd magad letesztelni, megnézni, hogy vajon kiszúrod a hibákat, hiszen ezekből is nagyon sokat tanulhatunk, fejlődhetünk, akár a saját, akár mások hibáiból is látom, hogy szép számmal gyülekezünk, sziasztok! Arra szeretnélek bíztatni ma is titeket, mint mindig, hogy merjetek írni, és részt venni interaktívan az adásban, hiszen akkor gyakorlatilag elég sokat tudtok tanulni már ez alatt a pár perc alatt is, és nagyon szeretnélek megkérni titeket, hogyha közben bármilyen idevágó kérdés eszetekbe jut, akkor ezt nyugodtan írjátok le. Tehát a mai téma a szóhasználati problémák, tehát elsősorban idevágó kérdéseket várok tőletek. Jó? Oké, okay. na most egy picit még a, a témáról szól, szólnék egy pár szót, mert hogy egy így próbáltalak itt titeket felcsigázni, hogy hogy mile, mir, miről lesz ma a szó, de azért kicsit mm, értsük meg, hogy mik is ezek a szóhasználati hibák. Tehát itt elsősorban olyan mm, problémákra gondolok, amelyek ezek a tipikus, gyakran összekeverhető angol szavak, például den, den, lose, lose, um, amik akár sokszor spellingben, tehát betűzésben eltérnek, és egy picit kiejtésben is, de nem csak ilyenekre gondolok, amik hasonlónak tűnő, vagy gyakran keverhető angol szavak, hanem akár ezek a homonímák is, ide sorolhatóak, here, here, tehát azonos alakú, azonos hangzású szavak, ezek amelyeket ugyanúgy ejtünk, de írásban nagyon fontos, hogy jól használd őket, tehát nem csak a szóbeli használatról lesz ma szó, hanem ugyanúgy az írásbeli dolgokra is, kommunikációra is szeretném, hogy egy picit fektessünk hangsúlyt. Aztán szóhasználati hibák kategóriája alá hoztam például ezeket a tipikus magyar frázisokat, hanglish, Hungarian English összerántásából keletkezett ez a hanglish szó, amikor magyarul ugye a magyar gondolkozásmóddal tök jól kifejezünk valamit, hogy így mondjuk, de van, aki ezeket szó szerint lefordítja angolra, vagy vicca vers angolról magyarra, és totál más hogy fog az hangzani, mint ahogy kellene. Uh, majd lesz ma szó például erről a fotót készíteni valakiről, hogy hogy, hogy hogy ne, és hogy igen. Közben már Tündi ír, írt, írt is uh, uh, homonímát ide nekünk, nagyon jó. Én is örülök, Anikó, hogy itt vagy, szia! Puszi! És még egy kategóriát szeretnék ma idevenni, azok pedig a, a kifejezések, állandós szókapcsolatok, szó mint például az, hogy döntést hozni az angolba, ez is ilyen lesz, mert hogy nem szabad ezeket sokszor szó szerint lefordítani, és ezért harsogom mindig, 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 már megszokhattátok ezt tőlem, azt, hogy nem maguk, ne magukba tanuljátok a szavakat, hanem ha lehetőségetek van rá, akkor mondatban, szókapcsolatban, mert akkor mindenképpen jobban tud rögzülni az a nyelvi egység. Úgyhogy akkor csapjunk is bele szerintem, nagyon várom, hogy átkapcsoljatok ti is hibakereső funkcióba, egy picit tanuljunk is, most, hogy ráhangolódtunk a témára. Itt az első pár, pár három hiba. Szeretném, hogyha megnéznétek ezeket a mondatokat, és hát itt majd lesz nyilván mennünk közös, nem nyelvtani hibákat keresünk most, mint múlt héten, vagy ahogy mondtam az az előtti részben, hanem szóhasználati hibákat. Szerintetek mi a gond ezekben a mondatokban? Nem fogom felolvasni direkt a rossz mondatokat, ahogy azt eddig sem tettem, mert nem szeretném, hogy a, főleg az auditív típusok egyből azt így... Hmm. magukévá tegyék, csak a jó mondatokat, a jó mintákat, ellenben a végén adok majd egy pici kis magyarázatot. Um, várom akkor vissza a visszajelzéseteket, remélem, hogy uh, aha, ma jól, jobban fognak fejni a kommentek, és Évoja már írja is, nagyon jó, doing your homework. Aha, are you doing your homework? Tehát a do igével fogjuk ezt kifejezni, és nem a még kell. Helyes, szuper vagy. Um, illetve Tündi is írja, hogy uh, Um, do you making? Nem, nem azzal van a gond a másodikban. Um, valami más hiba lesz ott. Uh -huh. Laki Tünde írja, hogy did you make your homework? Nem. Tehát, uh, ahogy azt Ibolya az elsőt már megfejtette, ha például azt akkor mondja, hogy te most írod a házit, te most csinálod a házit, akkor az sosem a még -igével, igével mondjuk képzétek el, ez egy szóhasználati iban, hanem do val Do your homework. Tehát, are you doing your homework, ha mostanról van szó? Oké, okay, tehát ez lesz itt majd itt a, a helyes. Mi a helyzet a kettes mondattal? Illetve akár a hármassal, nem kell sorrendbe haladjunk. Szerintetek hogy mondjuk a második mondatot helyesen? És ugye ezek a, pici, ezek a pici csillagok már megszokhattátok tőlem, ezek mindig arra szolgálnak, hogy ezek a helytelen alakok, de ki is van írva itt a oh, gyengébe kedvéért. Gyakorlatilag, <laughs> itt már jönnek is megint a válaszok, aha, így van, Anikó is írja, jó lesz, az inget azt hagyd meg a végén, ezt az ING végződést, Anikó, are you doing your homework? Tehát, to do the homework, to do your homework, ez az. Tehát ezt do-val fogjuk használni. Amúgy, ezek a do, meg még fú, ezeket nagyon gyakran sokan keverik, mindig szokták kérdezni, hogy akkor most ebben mi a logika, Hát van, ahol van, van, ahol nincs, én, én szeretnék azért közbeadni nektek egy kicsi-kicsi-kicsi kis kicsi, kicsi kapaszkodót, jó? A make legtöbbször az abban az értelemben csinálni, mint készíteni. Oké, tehát például, amikor elkészíted a, itt a példa, a dián kiveszi észre a három közül, nyilván ott, nem oh, ne akarom elárulni, Oké, okay, de majd mindjárt írjátok. Ibolya közben írja a másodikat, úgy lesz helyes, hogy Wendy aha, The Gardening, nagyon jó. Mikor szoktál kertészkedni? Tehát a, a méket, azt akkor használom, amikor készítek valamit, úgy csinálok. Oké, okay? tehát a legtöbbször. A dűt pedig nem úgy használom, mint készítem, hanem fizikailag, mint tevékenység csinálsz valamit. Na persze, ez azért nem minden esetben igaz. Tehát egy csomó ellenpéldát tudnák felhozni, de alap esetben ebből kiindulhatunk. Így van. Tehát Do the Gardening írta, uh, Márti is ügyes vagy, és. Uh, mm hm, I'm having something for dinner, azt is mondhatod, hogy eszem valamit vacsira, és hogy azt akarom mondani, hogy csinálok valamit vacsira, akkor azt duval mondjuk. Ez a kérdés. Ez itt a kérdés. Du vagy melyik? Melyik lesz? fejtsük meg, ugye, abból kiindulva, amit itt az előbb is mondtam, hogy aki tudott cserélni a csinált arra szóra, hogy készít, akkor szinte-szinte tudti, hogy az még lesz a legtöbb esetben. Jó, na mutatom közben a, akkor itt a jó mintákat, átváltjuk a diákat, és már is láthatjátok akkor a jó mintákat, és már akkor Tünde meg is, Tündi meg is fejtette, Anikó is írja, hogy még ez az. Tehát itt vannak a jó uh, minták. Are you doing your homework? Csinálod a házidat? Tehát a homework az duval van. A gardening, a kertészkedés is duval van. Mint ahogy a shopping, és do the shopping. De ha készíted, az ételt valójában, ebből indulhatsz ki, az make, és nem do, tehát nem we, azt nem mondjuk, hogy we do the dinner, we make a dinner, we make lunch, sőt, még az a do sem kell oda, we make breakfast, oké, okay. és nem kell elé névelői bolya, tehát azt az ö, amit odaírtál, azt úgy ú, húzd is ki, nem kell, tehát uh, make dinner, Make something for dinner. Ugye itt a példamondatban, I'm making something for dinner. Készítek valamit, csinálok valamit vacsorára. Jól van, hátba veregetés ügyesek vagyunk. Menjünk akkor tovább, nézzük meg a következőt. Um, megint átkapcsolunk hibakeresésbe, és <kül> lássuk, hogy szóhasználati hibát keresünk megint csak. Valójában ez egy picit-picit szóhasználat és nyelvtan is lesz egyszerre. Szia, Jutka! Közben te is ide értél. Igen, Ibolya, prepare is mondhatod akár azt ott. Így van? Ügyes? No, itt van három újabb mondat. Um, valójában itt is van egy... Uh, Közös pont ezekben a mondatokban. Uh, direkt uh, hoztam több példát is, hogy és egyszerűbb mondatokat, ahogy, uh, ahogy azt múlt héten és az előtti héten is direkt uh, nem menjünk ilyen nagyon komplex dolgokba bele, de majd jövő héten jönnek a, a nehezebb uh, szóhasználati, vagy inkább ilyen magasabb szintű szóhasználati gondok is. Um, ezeket inkább még, még, kezdőbb szinten szoktuk elkövetni, ahogy mondtam itt az elején a felvezetőben, van amikor később is akár, uh, hogyha rosszul van um, rögzülve. Nos, melyik őtök fejti meg ezeknél a mondatoknál a szóhasználati problémát? Szia Kálmán, te is megérkeztél. Szuper, gyere kapcsolját, te is hibakereső. Funkcióba. Uh, akár csak itt a többiekkel ezen, ezen dolgozunk most is, találjuk meg itt a csillagos minták, ezek a hibák. Oké, okay. közben Anikó kérdezi, hogy a doing az most ebben a pillanatban? Igen, tehát amikor azt mond, hogy I'm doing something, amikor ezzel az ING gerund végződés van rajta, az most történik. Igen, az egy igeid, úgy hívjuk, hogy present continuous, yeah! Tehát akkor teszed rá ezt az ING-t, és kelleli ez a be is, hogyha valami most történik. Amikor pedig do, van simán, I do my homework, azt pedig szokásokra használjuk. Én nem szeretem azt a szót, hogy a általában, Anikó ezt a szót használta itt, mert az olyan, által, az olyan általános, hogy túl általános, és nehezebb megfogni, amikor szokásról van szó. Amikor azt mondod, hogy meg szoktam csinálni a házimat, azt úgy mondod, hogy I do my homework, és a szoktam szót nem is fordítod, mert az ige önmagában véve így, mint szerkezet, kifejezi a szokást. Ellenben, amikor azt mondod, hogy I'm doing my homework, hiába nem is teszed oda azt, hogy now, azaz most, az már eleve ki fogja fejezni szintén csak, hogy hogy valami most történik. Uh -huh. Javaslom, majd keres rá a YouTube-on azokra a, azokra a videóinkra, azok is amúgy ilyen live felvételek, ahol az igeidőkkel foglalkoztunk és átmentünk ezeken a kérdéskörökön is. Tehát a, az igeidők név alatt szerepel, ú, a pontos címét már nem is emlékszem. Na többiek, találtatok-e hibát, szóhasználati hibát, észreveszitek-e? Aha, ez az tündi, szuper, another man. Így van, there is another man in front of the door. Így van, tehát ott a people helyett ő tündi kicserélte azt menre, vagy lehetne amúgy ezt máshogy is, de... Um, akár person, man, Bármelyiket használhatjuk ide, és a többinél egyelőre nem teszek ide magyarázatokat, majd mindjárt, amikor átváltjuk a diát, többi mondat, többi háromnál van-e ötletetek, hogy akkor, akkor mi lehet a gond? Tehát jó helyen keresgéltünk: Another Man, Another Person, kitalálja meg a többit. Jó? Na, segítsék? egy picit annyi sugút azért adok, kapaszkodót nektek, hogy um, amikor azt akarod mondani, hogy ú, nekem van még egy másik kérdésem is, vagy vannak másik kérdéseim is, vagy van több kérdésem, um, akkor ezeket nem pont ugyanazokkal a szavakkal fejezzük ki. Egyrészt arról is szó van itt, hogy most akkor egyes szám, vagy többes szám, de azért is mondtam, hogy ez egy picit-picit valamennyire... Um, Igéidő, már uh, bocsánat, nem igényű, uh, már két, két körrel előrébb jár az agyam. Uh, nyelvtani kérdéskört is lefed, de valójában szóhasználati probléma is. Akkor átváltok itt. Uh, aha, közben már Henny írta is. Ez az, illetve is. Another question, úgy lesz helyes, there is another problem. Így van, így van. Nézzétek csak meg akkor. Mondhatom azt, hogy I have another question too ha egyes számban mondod, hogy van egy másik kérdésem is. Egy másik. Akkor another question. És nem használjuk mögötte többes számba. Vagy kicseréled az another, other, I have other questions too. Vannak más kérdéseim, de nem egy másik. Amúgy nagyon érdekes ez az another szó, mert ha megnézitek, ez eredetileg két szó volt, an és other. Aztán összekerültek, ugye egymás mellett sokat használták, és összeforrott, így alakult ki az another. Jó? Tehát euh, így fogod euh, tudni, hogy akkor ez egyes szám, mert valójában ott van az elején az, hogy ön. A, a kettes mondat, mondhatom azt, hogy there's another person, vagy ami tündírt, hogy there's another man in front of the door, az is helyes. Vagy mondhatom azt is, hogy vannak más emberek is az ajtó előtt. There are other people in front of the door. És végül, megint csak, ha egyes számba akarom használni, van egy másik probléma. There's a... Uh, bocsi, ez egy másik probléma, ugye itt ez a példamondatunk. This is another problem. Jó? Tehát szóhasználati síkon figyeljünk arra, hogy akkor ez az other és az another, azok abszolút nem ugyanazt uh, jelentik, és, és más uh, kontextusban használjuk őket. Oké. Okay. Na, következő egy picit más lesz, szerintem izgalmasabbak, és mindegyik valójában totál más hibát rejt, tehát itt most nem lesznek közös pontok, úgyhogy itt, itt merjetek akkor már minden mondatot leírni külön-külön. Mindegy, milyen sorrendben kezdünk, jó? Tehát én nem ragaszkodom ahhoz, hogy sorrendben írjátok. Milyen hibák vannak ezekben a mondatokban? Szóhasználati hibák. Pussunk neki. Um, nagyon sokszor inspirálódok azért én is azokból a az írományokból, illetve tanítványainktól, akikkel kapcsolatban vagyunk, akiket tanítunk, és igyekeztem akár így is gyűjteni ezeket, amik itt tényleg sokaknál visszatérnek. És ahogy az elején fel is vezettem, picit ilyen kezdőbb jellegű dolgok ezek. És amíg itt gondolkodtok, addig a szavak kapcsán hogy mondjam már el, hogy Ugye én mindig azt hangsúlyozom, hogy a szókincs, a szó tanulás, az, az mennyire uh, hangsúlyosabb kéne legyen, és a szókincs fejlesztés, mint maga az, hogy a nyelvtannak a nyom, nyomulása le, ugye a tanulásokban is, hogy azt nyomatjuk. Tehát uh, mindig, mindig nagyobb hangsúlyt tegyünk arra, hogy a szókincsünket pallírozzuk, és ezt aktívan kezdjük el használni, hiszen szegről végre szavakból építünk mondatokat, uh, uh, mondatokat is tanulhat adtunk szókapcsolatokat is, de ezek is szavakból állnak össze, és azokkal kommunikálunk, és nem nyelvtani szabályokkal. És közül már jönnek a megoldások. Aha, így van, Márti volt a leggyorsabb. This is my short story. Nem history, hanem story. Így van, a history az történelem, a story az pedig a történet. Ez sokszor gyakran kevelik. This is my short story. Így van, Anikó is írta amúgy az ö nélkül. Így van, szuper, többi mondat. Azokat is nézzétek meg. <laughs> Elnézést. Van-e ötletetek? Aha, ez az, már írjátok is. Kálmán, yes, te voltál a leggyorsabb. They love each other. Szeretik egymást. Így van. Tehát nem together, nem együtt, hanem egymást. Zsuzsa is ugyanezt leírta. Nagyon jó. Szia, Zsuzsa. They love each other. Ez az, szuper. Mi a helyzet az első és a hármas mondatban? kitalálja meg a problémát. Szia, Timi, gyerete is váltsát hibakereső funkcióba. Kicsi csillagos mondatok helytelenek, szóhasználati problémák vannak bennük. Hogyan használnánk őket jól? Igen, Henny, ez az. Na, megfejtettük a hármas, nagyon jó. Are you together with Tom? Így van, together. Tehát együtt vagytok Tomma? Ez az each other meg like together nagyon sokan keverik és felcserélik, de ők totál mást jelentenek. Így van, ez a helyes. Are you together with Tom? És van-e ötletetek itt az első, ide annyi segítséget, súgót adok, hogy mondjuk például azt akarod mondja, a történet az egy erdőben játszódik. Ugye a play, ez azt jelenti, hogy játszik, de nem ezt használjuk arra, hogy játszódik, de van, aki így ezt szokta használni, ezt az igét, pedig aztán ennek semmi közelhez. Na, hogy fogjuk használni? Mi lesz ide a megfelelő ige? Ez egy picit-picit már nehezebb, mint az előzők. Az a zsuzsa, szuper, vagy egy söbetűt azért még foragjunk oda. Uh, the story takes place in a forest. Nagyon jó. Hi, Laci! You've arrived too. Great. Ő is itt van. Oké, okay, na akkor mutatom itt is a... Jó mondatokat, akkor nézzük meg együtt is. De megfejtettétek, és, és azért, azért örülök, mert nem én kellett eláruljam, megmondjam. Ez is mutatja, hogy, hogy milyen ügyesek vagytok, úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok ilyenkor, mikor látom, hogy haladtok az úton, és már kiszúrjátok ezeket a problémákat. Na akkor a jó mondatok. The story takes place in a forest, ugye? A történet játszódik egy erdőben, tehát játszódik to take place. Egy jó is, akár úgy is mondtam, hogy zajlani. Aztán a story a history van, ne keverjük össze, a story az történet, a history az történelem, um, akár mint tantárgy is. És szintén a together, each other, azok nem keverendőek, together, forever, <laughs> van ez a dal. Tehát are you together with Tom? Együtt vagytok Tommal, they love each other. Ők szeretik egymást. Oké, okay, superek, szuperek vagyunk, na menjünk tovább. Nézzük meg a következőt, mert hoztam bőven egy, még egy jó pár lesz itt. Ezekben a mondatokban, amiket most fogtok látni, már is meg fog jelenni majd a képernyőn, nem mindegyikben ugyanaz a hiba, valójában az első kettő között van közös pont, a második kettőben is egy pici-pici közös pont, azért van, de azért kíváncsi vagyok, hogy kiszúrja ki leggyorsabban a szóhasználati hibákat ezekben a mondatokban. Oké, okay. um, nagyon gyakran szokták keverni, mert hasonló szavak ezek, akár ilyen confusing word, de kis word is lehetne, mint kategória, tehát ilyen gyakran keverhető szavak közé kerülhetnének be ezek a szavak, mert lehet, hogy amúgy ott is vannak. Um, mi a helyzet az első két mondatban? Azt akarod mondani, hogy mondjuk a, a tányírok nem tiszták. Hogy használjuk ezt. Aha. De nem kell pont itt kezdjünk. itt kezdjünk. Henrietta már írt is amúgy egyet. She told me that she wasn't home. Így van. Nagyon örülök, hogy írtad ezt a home mert itt meg is akartam jegyezni, hogy uh, uh, abszolút helyes az at- Home, meg a home is, a brittek azok inkább így at home-mal használják, és ez a home, amikor elhagyjuk az etet előtt, az pedig az amerikai formula, mind a kettő helyes, de amúgy itt most nem erre akartam én is koncentrálni, de akartam erről beszélni, úgyhogy örülök, hogy ezt írtad, hanem ez a speak-nek ez a, speak a multideja a spoke, amit nagyon sokszor összekevernek a tell-el, aminek a multideja a told, tehát ugye a speak az beszélni, és a tell az a mondani. Tehát ha te azt mondod, hogy she, she, speak, she spoke mi az nagyon furin hangzik, hogy ő beszélt, oda eleve kéne valami, hogy hozzám, nekem, stb. velem, tehát valamilyen prepozíció, tehát ilyenkor nem ezt használjuk ezt az igét, hanem a tell igét. She told me that she wasn't at home, vagy she wasn't home. Helyes, ügyes. Péter, Kuzma Péter, szia, nagyon jó, Tökéletes, amit írsz. Nobody told me the truth. Nem say the truth. Ez is szóhasználati, akár kollokációnak is felfogható, hanem ez egy, mert ugye ez egy állandósult szókapcsolat. Ezt mindig tellel mondjuk, és nem széja. -e. Oké, okay? tehát az igazat, azt mindig tellel mondjuk, így is megegyezheted. Zsuzsa írja az elsőt, ez az, the plates are not clean ennel a végén, clean, Márti a tied is jó, Kálmán is írja a helyes, nobody told me the truth, és uh, Tündi írja, hogy is it clear, ez az, is it clear, a második mondatban lesz a clear, az R végződés, mutatom, hogy, uh, hogy miért, jó, hát átváltunk a helyes megoldásokra, és egy kicsi plusz, uh, magyarázatot is akkor fűznék ezekhez hozzá, azok mellett, amiket már hoztam fel. Na tehát, the plates are not clean. Tehát a, a tiszta, úgy tiszta, mint fizikailag tiszta, nem koszos, az a clean, és, not a, ne, és, not, na, bocs, és nem a clear. Um, mert ugye clear a második mondatban lesz az erbetűs verzió. Um, az is azt jelenti, hogy tiszta, de olyan értelemben, mint érthető. Do you understand me? Is it clear? Ez érthető, ez tiszta, oké, okay, tehát ezt a két szót, ezt uh, még egyszer ne keverjük, fizikai tisztaság, az cleanness, és clean a, me a, a melléknév clear, az pedig úgy tiszta, mint érthető, szuperek vagytok. Aztán uh, ez a tell, say, meg speak, meg talk, na ezek is aztán teljes uh, keveredés, keveredések szoktak lenni, főleg az elején. Um, érdemes ilyen pici kis egységeket is akár magatokévá tennetek, hogy she told me, ő mondta nekem, és akkor megjegyzed egyből vele azt a nyelvtani tulajdonságát is a teligének, hogy nem kell mögé tú, mint például a szénél, she said to me, oda kellene például, hanem ő egyből már ezt át is ugorja, ki is hagyja. Na ezért jó ilyen kis fél, kap, fél mondatokat, mondatokat, vagy szókapcsolatokat tanulni. És akkor itt van ez a kifejezésünk, hogy tell you the truth, to tell you the truth, megmondani neked az igazat, vagy az igazat megvalva, to tell you the truth, úgy is lehet uh, fordítani. Sosem széjjel mondjuk az igazat, hanem mindig-mindig tell-el. Oké, okay. na nézzük a következőt. Lesz itt három újabb... Uh, problémás mondat, szóhasználati problémákról lesz szó. Mindjárt fogjátok őket látni. Az elsőnél azért van két kicsi csillag, mert ott kettő hiba is van, és direkt tettem be a másodikat azért, mert legtöbbször Hát sokaknál így, használ, így, így, látom, hogy így használják ezt a mondatot, és hogy megbeszéljük, hogy miért használják így, és ez honnan jön, és azt is, hogy, hogy, hogy a helyes az miért nem úgy van, ahogy mi gondolnánk, hogy van, ne csak ennyi segítséget adnék ide. Na gyertek, keressük meg a hibákat, pontosabban ti keressétek meg a hibákat, mert hogy abból sokkal többet tanulunk, hogyha titeket is dolgoztatlak, mint hogyha én csak itt egy kis előadást tartanék a, az angol nyelv rejtelmeiről és a gyönyörű szép használatáról akár szavak szintjén. Jó. Na most jött el az a pont, amikor a laptopon már nem jelenik meg a további komment, úgyhogy akkor itt gyorsan elindítom a uh -huh. az oldalt. Oké. Okay. Param Jövök fel a saját oldalomra. <laughs> Ez vicces. Mindjárt be is fogja tölteni. És addig nyugodtan írjatok, már látom, hogy közben jönnek a kommenták. Uh -huh. Azt írja, hogy nem lehet egyelőre. Oké, okay, megvan, megvan, hogy miért nem lehet kapcsolódni. <laughs> Oké. Okay. Jó, addig írjátok, uh, Én már is fogom látni, amit ti ügyesen fogtok itt nekem küldeni, és addig egy picit segítek, súgok, ami gondolkoztok, és én is ide találok a telefonon is, hogy vannak olyan kifejezések, állandósult szókapcsolatok, amik esetében sajnos sokszor nem feltétlenül kell magyar logikát keresni, mert hogy nem magyarul kell ezeket megközelíteni, ugye pont ez a lényegük, hanem mivel kifejezés értékűek, ezért nyilván nem lehet lefordítani őket szó szerint. Na, kérem, a videót már látom. Kommentek, aha, fuhu, de sokan írtatok közben. Kérem a videót már. Jó. Már most saját magamat is visszahallottam. Oké, okay. jól van, itt vannak a kommentek, szuper, írja Kálmán, hogy take a picture, ez az, uh, take a photoly, uh -huh. vagy a picture, úgy is lehet, az is jó. Uh, így van, tehát nem még kell használjuk az elsőt, hanem tékkel, és nem a hanem af a vonzata, af. Így van, nagyon jó tündés, szuperek vagytok. Zsuzsa írja, hogy Who's Making the Decisions? Azaz, tehát a, a, a döntéseket azokat nem tékkel csináljuk, hozzuk, hanem kell és uh, take a picture of someone, vagy take a photo of someone. Oké, okay. és mi a helyzet a, a középső mondata, seriously, az milyen igével lesz helyes. Hát Nyilván nem a mékkel, uh, tehát valakit komolyan uh, venni, azt nem még kell fejezzük ki. Ha nem, senki többet? Oké. Okay. Aha. Jó, nem írtatok, akkor mutatom én. Lehet, hogy közben már amúgy írtátok, csak nem látom. Átváltom, és akkor egy pici magyarázat is fog idejönni. jönni. Um, tehát a, az első mondat, ahol két csillag is volt hibaként megjelölve, uh, My husband took a picture of us, vagy a photo, mindegy, tehát csinált rólunk egy képet. Hiába azt mondom, hogy csinált, hogy készített, de nem a még kell fogom csinálni ezt, uh, használni, hanem a take -out. és nagyon érdekes, mert ezt ott a legelején a példák közt fel is hoztam magyarul, hogy vannak olyan típus szóhasználati hibák, amiket azért vétünk el mi magyarok, mert a magyar gondolkozásmódból indulunk ki, és gondoljuk azt, hogy na, akkor ez biztos úgy kell, mint magyarul, és akkor bum, bele lefordítjuk, lesz belőle egy jó kis hanglis mondat, és uh, uh, ne járjunk ezzel így, úgyhogy uh, szuper. A második mondatnál valakit komolyan venni, az, az take someone seriously. Take me seriously, vigy komolyan. Tehát ezt is tékkel szoktuk használni, és végül, de nem utolsó sorban, ugye a make decision döntést hozni, nem bring el hozzuk, és nem make kell, meg dúval, meg nem tudom mit kell, hanem make kell. Na most ezeknél a mondat, ezeknél a kifejezéseknél nem működik az, amiről az előbb beszéltem, hogy a még az ugye azt jelenti abban az értelmen csinálni, mint készíteni, mert hogy ezek itt, ahogy tényleg az előbb hangsúlyoztam, kifejezés értékűek, kollokációk, állandós kapcsolatok egy részük, és nem szabad őket elemekre bontani. Jó. Oké, ó, többen le is írtátok, ügyesek vagytok. Nagyon szuper akkor, és Kálmán írtad is, hogy take me seriously, oké, okay. jó, na, legyesztitek őket, hogyha esetleg nem, akkor majd a végén úgy is fogok ide adni egy kis plusz segítséget, na, nézzük az utolsó diánkat, az utolsó uh, hármas párost, uh, keressünk itt is hibákat. Uh, kíváncsi vagyok, hogy itt... Uh, észre fogjátok-e venni. Ezek is ilyen nagyon alaphibák, tehát nem véletlenül mondtam, hogy ez a mai, ez inkább ilyen alapvetőbb hibákra fog koncentrálni ami lehet, hogy egy, egy olyan nyelvhasználó, vagy nyelvtanuló, aki már mondjuk egy jóval előrébb van középszinten, felsőfokon, vagy akár anyanyelvi szinten tud, tudja a nyelvet, ő ezekkel jót kacag, de sose felejtsük el azt, hogy, hogy honnan jöttünk, hova tartunk. Mindig azt szoktam mondani, hogy mindenki, aki ma profi, kezdő volt egyszer. Tehát mi is voltunk kezdők, mi is voltunk uh, uh, bénázók, ugye, akik... Uh, Jaj, közben felsírt a kislányom, biztos halljátok. Um, ő is üdvözöl mindenkit. <laughs> Oké, okay. tehát közben nézem, ha már írt, írjátok is. Szia Tamás, lekéstél, nem baj, majd újra nézed. Tehát ezek ilyen tök alaphibáknak tűnhetnek szóhasználati szinten, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy abszolút előfordulhat, hogy összekeverjük őket. Írja Ibolya, igen, mondhatom így is, javíthatom, ez az, can you hear me now? Oda kéne valami, hogy can you hear me, tehát, hogy valakit hallasz. Most can you hear me now? Oda, amit azért azt tegyük oda. Itt most nem erre gondoltam, de, de nem rossz ez sem, amit írtál. Tünd írja, hogy don't lose. Igen, az első, nem a két betűs verzió, hanem az egy betűs verzió, lose. Mert hogy két óval totál mást jelent. Don't lose your patience. Ne veszítsd el a türelmedet. És ez az Kálmán a harmadik pedig. This is the whole story. Mind a kettő szót, a dupla kezdetű és a nem dupla kezdetű, csak simán hával indító szót ugyanúgy ejtjük ki. Valójában ez itt egy silent letter, tehát egy néma hang itt a holnám, ami azt jelenti, hogy egész, ez a teljes story, ez a, ez a teljes történet. Leírásban jönnek, tehát írásban jönnek elő ezek a szóhasználati problémák, nyilván nem szóban, és és érdemes ezekre odafigyelni. Na most a, igen, itt más, másra gondoltok, mint amire én gondoltam a kettes mondatnál. Én itt a most pont nem a here részt szerettem volna, hogy a többit javítsuk, de úgy is jó, ahogy tírtátok, hogy can you hear me now, do you hear me, hogyha nem, nem teszem oda, Tamás, hanem hanem itt a here, mint az itt re gondoltam, hogy are you here now? Te most itt vagy, mert úgy ugyanúgy ejtem ki, csak máshogy írom le. Hát itt, hogyha csak a szó, szó szavak szintjén uh, gondolkozunk, és nem, nem nyelvtani szinten próbálom átformálni a mondatot, hanem szavak szintjén, akkor, akkor itt ez egy szóhasználati hiba írásban. Na nézzétek, csak meg lose, egy jóval elveszíteni, elveszteni, de két óval, például lose t-shirt, az egy bő póló tág, bő, oké, okay? tehát az nem ige, legalábbis uh, uh, itt és uh, két óval ez mást fog jelenteni. Aztán itt egy másik homoníma, here és a here, kvázi szinte ugyanúgy eljegyjük őket, csak máshogy írjuk le, ezért írásban figyeljetek oda a betűzésre, hogy uh, nehogy uh, elírjátok, mert más tud jelenteni. Uh, mint a beach és a beach, excuse my French, sorry, bocsánat a csúnya szavakért, de uh, ez is egy tipikusan egy ilyen eset, amikor uh, akár uh, rövid és hosszú alakról van szó, ezeket ilyen minimal pareknek hívjuk az angolban, és uh, Hát akár kiejtésben is máshogy ejted, az is szóhasználati hiba, mert azt gondolod, hogy amikor azt mondod, hogy there are nice beaches, és ahelyett azt mondod, hogy there are nice beaches, az, az jó kis uh, nevetést tud uh, idézni, illetve előváltani. Uh, vagy kihozni az emberekből. Na látjátok, magyarul ez is egy szóhasználatiba volt, hogy előváltani. <laughs> Oké, okay, tehát így hibázunk az anyanyelvünkön is, és ez is mutatja, hogy alapvetően én nem felolvasom ezeket a szövegeket, hanem én itt fejből szoktam ezeket nyomni. Oké, okay. és az utolsó pedig, szintén ez a homoníma páros, hogy hol, meg hol a duplavés uh, uh, esetek, uh, ugye, az első duplavével írva, az a teljes egész, amíg hall, h-u-l-e, pedig lyuk, lyukat jelent. És így van Tamás, ilyen a witch és a witch is, az amelyik és a, a boszorkány, nagyon jó, ezek is, ezek az esetek lesznek. Na kérem szépen, meg is lennénk nagyon-nagyon ügyesek voltatok ma is hát én csak ámultam és bámultam, kakkottam hogy milyen gyorsan írtatok most szerencsére sikerült egy picit gyorsabban behoznom a kommenteket találtatok-e benne esetleg olyat ami, aminél úgy leesett a tantusz hogy ú, uh, na ezt néha én sem vagyok benne biztos, hogy jól használtam eddig és, és tudatosult-e most benned a, a jó szó használat, volt-e ilyen írjátok meg, hogyha esetleg megírod kifejezetten azt a szóhasználatot, akkor az nagyon-nagyon az uh, nagyszerű lenne. És uh, ha közben van kérdésetek, írjátok már meg azt is itt a témában, és addig, amíg... Uh, gyűlnek a kérdések, illetve írjátok a saját tapasztalataitokat. Nem csak ezeknél a szavaknál, hanem úgy amblok azt is megírhatjátok, hogy szokott-e gondot okozni számotokra az, hogy melyik szót használjátok, amikor ki akarjátok fejezni magatokat. Ugye a típus eset ennek, amikor egy kétnyelvű szótárba beírod a magyar szót, és akkor egy kigyob ki egy ilyen hosszú listát, és akkor nézzetek, hogy akkor most melyiket használ, hát ezért érdemes egynyelvű szótárokat használni közben, akár párhuzamosan, de az ideális az lenne, hogy elsősorban egynyelvű szótárokat, mert ott lesz példamondat is, és a szövegkörnyezet fogja valójában megadni, hogy melyiket kell választ. És látjátok, hogy nem mindegy, hogy mikor melyik szót használjuk, mert egy vagy félremehet a kommunikáció, vagy... Nem fog semmit se jelenteni, vagy ilyen totál furiságot jelent, tehát hang vagy teljesen más fog jelenteni. Ugye egyik sem okoz túl sok <laughs> pozitív eredményt a kommunikációban. Oké, okay. írja Tündi, hogy én a tal és a speak szavakat kevertem. Jó, a speak, talk, így próbáld párba rakni őket, hogy speak talk, így egybe közd őket össze, hogy az ugyanaz, az a speak talk, beszélgetni, beszélni, és a tell és a say megint egy párba rak, de ők a mond, mond, így párban. Oké. Okay. Írja Tamás, hogy ebben az utolsó második mondatban mi volt a hiba, az are you here-ne. Igen, ott a here volt elírva, tehát a, a, az itt szó helyett a hallanige volt beírva, tehát az volt a gond, igen, igen. Ott a, a híres szót kellett volna a betűzésben átváltani, az itt szóra, de az se volt rossz amúgy, hogy ti javítottátok, csak kellett még oda egy tárgy. Ez az ez a ibolya Köszi, közben te is megválaszoltad, hát ez a csapatmunka, kérem szépen. Na, hát tanultátok-e még valamit? Ma írjátok meg közben, és uh, addig elmondanám, hogy uh, ha esetleg uh, szeretnél ezekről a live-okról mindig egy letölthető, útmutatót kapni, ami megmarad hosszú távon, és picit uh, vizuálisabban is uh jobban meg van jelenítve, akkor a pénteki hírlevelünkben ezt mindig megkaphatjátok. Hogyha ugye fel vagytok iratkozva, nem, akkor gyertek és iratkozatok fel a www.vivő.angora.com-on, meg tudjátok tenni, hiszen egyrészt minden héten küldünk mindenféle hasznosságot, egy kicsi motivációt, a lelkemet azért igyekszem beletenni ezekbe a levelekbe is, amiket küldök nektek, hogy legyen egy kis kapcsolat is köztünk. És hát jövő héten, szerdán, ugyanezzel a témával fogjuk folytatni, tehát szóhasználati problémákra fogunk koncentrálni, de magasabb szinten, jó? Tehát ezek majd picit alapabb dolgok voltak, megnézzünk kicsit komplexebb szóhasználati problémákat is, amik akár középszintől is afelett is megvannak már. Örülök, hogy itt voltatok. Köszönöm a visszajelzéseket. Ha bármi kérdésetek lenne, akkor még írjatok bátran, és hát nagy szeretettel bíztatlak titeket, hogy tessék nyomulni, kitenni magunkat az angol nyelvi iránt, mert hogy annyi lehetőség van most már, és annyi minden, hogy csak élni kell vele. Nagyon köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Sziasztok! Találkozunk jövő héten. Hello, hello!